köszöntjük ma este is. Nagy-nagy szeretettel várunk minden kedves alkotás, kedvelő, fenntart alkotót, és a repesztő sorozatunk harmadik részéhez érkeztünk el ma este, úgyhogy egy picit elő is készültem nektek, viszont nézzük meg, addig, amíg mindenki ide talál, hogy miket készítettünk az elmúlt hetekben. A repesztő sorozat első részében kipróbáltuk a repedőpasztát, a repedőfestéket és a metál repedőpasztákat. Ezzel készítettük ezt a látványos óralapot. Természetesen a múlt héten is és előtte való héten is többféle technikával kentük föl a repesztőket, illetve repesztő rendszereket. Kipróbáltuk vékonyan felhordva, vastagan felhordva, függőlegesen kenve, vízszintesen kenve, festőkéssel felhordva, szivacsecsettel felhordva, ecsettel felhordva, és megvizsgáltuk, hogy milyen mintázatokat lehet elérni a különböző repesztő pasztákkal, repedő festékekkel. Aztán a múlt héten egyetlen egy terméket próbáltunk ki egy maratoni élő közvetítés keretében, ez volt az egyfázisú repesztőlak. Itt is ugye kipróbáltuk vékonyan felhordva, vastagan felhordva, függőlegesen kenve, vízszintesen kenve, mindenféle formában, illetve a dobozunknak az üveg tetejét is ezzel az egyfázisú repesztőlakkal díszítettük, tehát azt is megvizsgáltuk, hogy gyönyörűen működik üvegfelületeken is. És ma pedig elérkeztünk a nagyon-nagyon közkedvelt kétfázisú repesztő rendszerekhez, úgyhogy ma ezeket a kétfázisú repesztő rendszereket fogjuk megvizsgálni, és én már így kezdésnek nem is látom, pedig biztos, hogy ide tettük az univerzális repesztő alapozót. De most van a, pont a finom vonalas mellett. Jaj, nem lát, csak a finom vonalat láttam, az alapozót nem láttam, köszi Nonu. Az univerzális repesztő alapozóval dolgoztunk az óralap esetében is, és ma is ezzel az univerzális alapozóval fogunk dolgozni. Ma este egy irattartót fogunk készíteni, amivel én már elő is készültem, illetve előkészítettem ilyen fa körlapokat, fehér, illetve fekete alappal, és ezeken a körlapokon már rajta van az univerzális repesztő alapozó, ami magától száradt meg az összes kis korongon. És érdeklődöm, hogy érkeznek-e a kedves fenntart alkotók. Igen, már 85-en vagyunk. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, szóljatok a többieknek is, hogy jöjjenek, ugyanis ma egy nagyon-nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni. Itt van Eri, Hegedűs Évi, Ádám Nagy Ildikó, Reznek Béláné, Karácsony Júzi. De jó! Szekeres Bea. Úgy örülök, hogy hétről hétre mindig itt vagytok, nagyon-nagyon szépen köszönöm az érdeklődéseteket. Szerintem menjünk sorba, és először is alapozzuk le ezt a körlapot. Én most ehhez fekete gesszót választok. Hogy hogyan is használjuk a kétfázisú repesztő rendszereket. Először is van egy festett vagy dekopázsolt felületünk. Ami most ez a fekete körlap. Azért választottam ezt a feketét, mert szerintem nagyszerűen lehet rajta szemléltetni majd az univerzális repesztő alapozónak a
kellő mennyiségét, amit vigyetek föl. Most én ezt megszárítom. Össze vagyunk a bajodva. Nem baj, csak egy kicsit kell. Szóval, van egy festett vagy dekopázsolt felületünk, és ezen szeretnénk repesztett vagy repedezett hatást elérni. Ehhez választhatjuk a kétfázisú repesztő rendszereket is. A kétfázisú repesztő rendszereket a boltok polcain így ilyen kis szettekbe csomagolva találjátok meg. Rengeteg repesztő rendszer közül lehet választani. Például a nagy kedvencünk a finomvonalas repesztőlak. Akkor nagyon-nagyon szeretjük a klasszikus repesztőlakot. Nagyon-nagyon jól használható és nagyon közkedvelt a mikrorepesztőlak. Nagyon különleges hatásokat lehet elérni a random repesztőlakkal. Az én kedvencem az opál repesztő. Én ezt szeretem a legjobban. Van a velúr repesztőlak, amivel nagyon-nagyon puha tapintású repedezett felületeket érhetünk el, és van az átlátszó repedő gél, ami szintén egy kétfázisú repesztőrendszer. Ezek közül ma a finomvonalasat, a klasszikusat, a mikrorepesztőt és a random repesztőt fogjuk használni. Az opár repesztőt és az átlátszó repedő gélt a jövő héten szeretném veletek kipróbálni üvegfelületeken. Remélem, hogy kíváncsiak vagytok rájuk, és a jövő héten is együtt alkotunk, úgyhogy ezt a kettőt félreteszem. A velúr repesztőt pedig csak azért nem válogattam be a ma esti alkotásba, mivel ennek a tapintása legkülönlegesebb, és sajnos azt most nem tudjuk nektek szemléltetni, úgyhogy ezzel a négy repesztő lakkal fogunk ma dolgozni, illetve az univerzális repesztő alapozóval. A kétfázisú repesztő rendszereknél nagyon-nagyon fontos az, hogy az alapozó kellő mennyiségben és egyenletesen legyen felhordva a száraz felületünkre. Ehhez természetesen használhatjátok az összecsomagolt egyes fázisokat, illetve, hogyha esetleg ez elfogyna, akkor választhatjátok az univerzális repesztő alapozót, amit már teszteltünk ugye a repedőfestékekhez, a metál repedőpasztához és a sima repedőpasztához is. Univerzális repesztő alapozó. Egységesen hordjuk fel a repeszteni kívánt felületre. Kellő vastagságban. A lényeg az, hogy nem szabad vele spórolni. Én azt szoktam javasolni, hogy tejfehér legyen a felület. Egységes, ugye az nagyon fontos. Milyen neve az alapozónak? Univerzális repesztő alapozó. Egyenletes réteg vastagságban felhordjuk.
és hagyjuk megszáradni. Lehetőség szerint a legjobb, hogyha magától szárad meg. Ez az egyes fázis, ez, mint már azt Holzer úrtól is tudjuk, ez egy tapadóhíd. Ez az univerzális repesztő alapozó, nagyon jól tapad a festett, vagy díszített, vagy dekopázsolt felülethez, illetve nagyon-nagyon jó tapadást biztosít a repesztő lapoknak. Ugyanis, hogyha ezt nem kenjük föl a repesztő lakok alá, akkor lepattogzik a repesztő lak a felületről. Úgyhogy az első fázis az nagyon-nagyon fontos. Nem szabad spórolni vele, szép, egyenletesen felhordjuk a felületre, és amikor megszáradt teljesen kristálytiszta átlátszóra, akkor folytathatjuk a munkát a repesztő lakoknak a felhordásával. Az egyfázisú repesztő lak, ugye, ahogy a múlt héten is megvizsgáltuk, azt leginkább két festékréteg közé kenjük föl, és a második festék réteget repeszti meg, azt olyan, mintha így szétugrasztaná a felületen, és a repedésekbe, ezekbe a kis hasadékokba az első festék rétegnek a színei láthatóak. A két fázisú repesztő lakoknál magán a díszített felületen képzünk egy repedezett felületet. Itt ugye nem a festék reped, hanem maguk a lakkok repednek, és a lak, ahogy szárad, úgy keletkeznek a repedések. Na de vizsgáljuk is meg, hogy hogyan működik. Természetesen nyugodtan és bátran kérdezzetek, hogyha bármivel kapcsolatban kérdésetek van. A Pentart termékeket megtaláljátok a Pentart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladóknak a listáját pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon. Ezt félretesszük, magától megszárad. Na akkor kezdjük is a repesztést. Szerintem, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjük. Melyikkel kezdjük? Klasszikus, finomvonalas, mikrorepesztőlak, random repesztőlak. Melyiket kéritek először? Mikro. Mikrorepesztőt? Rendben. A mikrorepesztő lak ilyen icipici milliméteres repedéseket képez, vízbázisú, és vízállóra szárad. Egyenletesen kenjük föl. A repedéseknek a nagysága, illetve formája, az függ attól, hogy milyen vastag rétegben, és milyen eszközzel visszük föl a mikrorepesztő laknak a második fázisát. Azt kérdezi Dér Györgyi, hogy alapozót mindegyik alá kell használni? Igen, igen. Szép, egyenletesen fölkenem. Én most nem szeretném szemléltetni, hogy mennyiféleképpen lehet a mintákat alakítani, hiszen a múlt héten is, illetve az előtte való héten is kipróbáltuk ezer és egyféleképpen, hogy milyen mintázatokat lehet készíteni. A lényeg az, hogy a repedezett mintának a formáit lehet variálni. Méghozzá teljesen más lesz a repedésnek a formája, illetve a mérete, hogyha
az alapozóval megegyező irányba kenjük föl, vagy ellenkezőleg kenjük föl. Teljesen más a mintája akkor, hogyha vékony rétegben kenjük föl, és teljesen más a mintája akkor, hogyha vastagabb rétegben hordjuk föl. Felvihetjük ezeket a második fázisú, a repesztőlakoknak a második fázisát, akár szivacsecsettel is, amit megvizsgáltunk, hogy icipici repedéseket eredményeznek. Ez a mikrorepesztőlak, ez nagyon szép icipici felületeken, például bútorgombokon, vagy képkereteknek a szélén, nagyon-nagyon kis finom repedéseket eredményez, és hát ugye repeszteni nem csak egész felületeket lehet és érdemes, hanem akár csak egy doboznak például a sarkát is repeszthetitek, és ahhoz is nagyszerűen illik ez a mikrorepesztőlak. Mindjárt rákenem egy világos alapra is. A második réteget sem sajnáljuk. Ha nagyon vékonyan kenjük föl, akkor nagyon-nagyon pici repedéseink lesznek, és nem csak, hogy picik lesznek a repedések, hanem ráadásul még vékonyak is, ami azt jelenti, hogy amikor majd szeretnénk kiemelni ezeket a repedéseket, akkor az antikolópasztákat nem tudjuk kellőképpen beledörzsölni, hanem beledörzsöljük, meg kitöröljük belőle, beledörzsöljük, meg megint kitöröljük belőle. Úgyhogy egy ilyen arany középutat kell választani, hogy benne maradjon az antikolópaszta ezekbe a résekbe. A repesztőlakkok mindig akkor repednek a legszebben, hogyha ezek szobahőmérsékleten maguktól száradhatnak meg, ami akár hőmérséklettől, páratartalomtól, a felhordott repesztőlak rétegvastagságától függően, az is előfordulhat, hogy 24 óra alatt alakulnak ki a repedések. Viszont hajszárítóval is gyorsíthatjuk a száradást, sőt, mi több, a hajszárítóval is lehet nem variálni, hanem hogyha hajszárítóval szárítunk rá a repesztett résznek bizonyos részeire, a repesztett terület bizonyos részeire, akkor azzal is tudjuk változtatni a repedéseknek a mintáját. Hogyha nagyon hirtelen rászárítunk, megint más mintázata van, mint akkor, hogyha csak szinte hideg levegővel egy ilyen hideg levegővel imitáljuk a szellőt, és akkor úgy szárad meg, akkor megint más formájúak lesznek a repedések. Rengeteg lehetőség van ezekben a repesztő lakokban. Én most megszárítom. És már is én már látom a itt vannak alul a kockák. Látszik? Egy kicsit ezt szárítom. Mindig meg kell várnunk, amíg teljesen átlátszóra száradnak.
amikor nincs időnk arra, hogy magától megszáradjon a repesztőlak, akkor én azt szoktam javasolni, hogy egy kicsit szárítsuk, egy kicsit hagyjuk magától kihűlni. Amikor kihűlt, akkor megint szárítsuk, és megint hagyjuk kihűlni. Szerintem ez egy jó módszer. Amikor megszárad, akkor tudjuk látványossá tenni a repedéseket. Amikor valaki először repeszt, akkor nagyon sok esetben megijed attól, hogy nem látja a repedéseket, ugyanis a repesztő lapok java részénél ezek a repedések, ezek icipicik, és szabad szemmel alig lehet őket észrevenni. A repedéseknek a kiemelésére használjuk az antikolópasztákat. Az antikolópasztákat is több színben megtaláljátok a boltok polcain. A legközkedveltebb antikolópaszta szín szerintem az umbra, és ezen kívül van gyönyörű antikarany, bronz, réz, fehér, ezüst. Ezek közül válogathattuk. Természetesen meg fogom mutatni ennek a használatát, illetve a repedéseket még a folyékony patinával is ki lehet emelni. Ezzel is meseszép hatást lehet elérni. Azonnal mutatom ezt is, amíg szárad a mikrorepesztő lakos felületünk. Addig szeretném nektek megmutatni, hogy mivel készültem elő mára. Egy ilyen irattartót alapoztam le, az egyik oldalán fekete, a másik oldalán világos kék. Itt egy ilyen vegyes rész van. Ennél ugyanúgy kialakítottam ezeket a mindenféle háromszögeket. Utána a háromszögeket az univerzális repesztő alapozóval bekentem. Megvártam, amíg átlátszóra megszárad, és utána ezt a négyféle repesztőlakot, a mikrorepesztőlakot, a klasszikus repesztőlakot, a finomvonalas repesztőlakot és a random repesztőlakot kentem rá a háromszögekre. Most pedig ezeket a kis háromszögeket, hogy lássátok, hogy mit is fogunk ma készíteni, kiemelem antikolópasztával. Az egyik oldala az irattartónak fekete, a másik oldala pedig gyönyörű jégkék, ugyanis itt meg tudom nektek mutatni, hogy mennyire látványos a fehér antikolópaszta, vagy például az ezüst antikolópaszta, akár mind a kettőt is kipróbálhatjuk ezen a fekete felületen. Ezen az ezüst felületen pedig én úgy gondoltam, hogy a legközkedveltebb umbra színű antikolópasztát fogjuk kipróbálni. Az irattartónál van egy pár rész, ami sajnos még mindig nem szárad ki, nem tudom, ez mennyire látszik itt a képen. Ezek az opálos fehér részek még nincsenek teljesen kiszáradva. Itt is van egy kis háromszög, illetve van benne egy hiba is, méghozzá ez a kis rész. Majd elmesélem nektek, hogy ezzel a résszel mi történt. Először jön a fehér antikolópaszta, narancsolajos antikolópaszta, aminek isteni jó illata van. Ez egy krémes állagú paszta, amivel nagyon szépen lehet a repedéseket kiemelni, illetve használhatjuk egyéb dísztárgyakon is a széleknek az öregbítésére. Nagyon szeretjük. Na, ez szerintetek melyik repesztőlap? Jó, erősen belemasszírozom a repedésekbe a repesztőlapot. És amikor már látom, hogy szépen kirajzolódtak a repesztések, egy puha rongyal visszatörlöm a felesleget. Azt hittem, ezt így sicsütj elszakítom, de... Egy puha rongyal visszatörlöm. Azt kérdezik, hogy klasszikus? Nem. Nem klasszikus.
addig törlöm, amíg gyönyörű, szép, fekete nem marad a felülete, és csak a repedések lesznek, hófehérek. Remélem, hogy nagyon szépen látszik. Ez nem a klasszikus, de akkor keressünk egy klasszikus részt. Finom vonalas. Igen, ez bizony a finom vonalas. Marica azt hitt, hogy kétfázisú. Nagyon jó, igen, kétfázisú. Ez itt például egy klasszikus rész. Jaj, isteni jó illata van. Mutassam közelebb? Most ráközelítettem. Olyan messze vagy, hogy azt hiszem, hogy közelebb kell tolni. A velúr repesztőt is használtad? A velúr repesztő ezen nincsen rajta, de akár most csinálhatunk a velúr repesztővel is egyet, hogyha gondoljátok. Kipróbáljuk az ezüst antikolópasztát is? Ezt nem, mert ez nem is ezüst, csak a kupakja volt az. A kupakja ezüst, antikolópaszta, de ami benne van, az metálvaxpaszta. Van. Szupi, köszönöm, Nani. Nagyon fontos, hogy a felületet mindig teljesen visszatöröljük, hogy ugye ne maradjon rajta az antikolópasztából, csak a repedésekbe. Ideken, de gyönyörű ez az ezüst ezzel a feketével. Az első milyen repesztő volt? Az első volt a finom vonalas repesztőlak. Hát ez a képen ugyanúgy fehérnek látszik. Igen, de nagyon szép egyébként. Aha. Az univerzális repesztő alapozó nagyon gyorsan szárad. A random, ez ott reped, ahol akar. Ezek ilyen izgalmas repedéseket eredményeznek. Ez is egy klasszikus. Itt
és itt lesz még egy rontott random. Ugyanis belenyúltam az első repesztő rétegbe, és utána fogtam, letöröltem az egészet, újra kentem, lekentem újra az univerzális repesztő alapozóval, annak a száradása után ismét föl akartam kenni a random repesztőlapot, de nem volt rendesen kimosva az ecsetem, és bizony egy pici fehér akrilfesték maradt benne, úgyhogy egy picit sajnos megszínezte a felületünket, de hogyha ez zavar bennünket, akkor egy picit lecsiszoljuk, újra feketére festjük, és újra repesztjük azt a részt. De azért megnézzük, hogy hogy néz ki. A finom vonalas a legszebb. Ez egy random vékonyan, ez pedig egy random repesztő vastagon fölhordva. Még nem akarom addig leszedni. Tű, de szép. De szerintem nagyon látványos. Nem akarom tovább leszedni, hogy a másik oldalán még rajta maradjon. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Még itt is nagyon klassz, hogy ugye a repesztő lakkal díszített felületek, gyönyörű, szép, fényesek, és szerintem szuper jól mutat ezzel a matt fekete alappal. Nekem nagyon tetszik. Itt láthatjátok, hogy mennyire különböző formájú repedések alakíthatók ki a repesztőlakokkal. Ugye a legkisebb repedéseket, azokat a mikrorepesztőlakkal érjük el, ami itt szárad nekünk. Itt szárad nekünk, a legnagyobb repedéseket a finom vonalas repesztő lakkal érjük el, amivel gyönyörű porcelán hatású felületeket, régi töredezett porcelán hatású felületeket tudunk imitálni. Akkor a klasszikus repesztő laknak ilyen kis szögletes repedései vannak, természetesen a repedéseknek a formája, mérete mindig függ attól, hogy milyen vastagan visszük föl a kettes fázist, milyen irányba kenjük. És itt van a legszeszélyesebb repesztőlak számomra, a random repesztőlak, amivel készülhetnek vékony felhordással ilyen
össze-vissza repedések, viszont hogyha egy kicsit vastagabban kenjük föl, akkor nagyon szép sűrűn berepedezik, de akkor is ez nem ilyen körbehatárolt repedéseket eredményez, hanem ilyen össze-visszákat. Azt írják, hogy nagyon látványos, nagyon jó. Ezeket a kétfázisú repesztő rendszereket nagyon-nagyon egyszerű használni. Semmi ördöngőség nincsen benne. Az nagyon fontos, hogy az első réteg, vagy az első fázis, az alapozó réteg, az legyen szép, egyenletes réteg vastagságú, hagyjuk magától megszáradni, és utána pedig a kettes réteget se sajnáljuk a felületről, hiszen akkor tudunk nagyon szép repedéseket készíteni, akkor ül meg benne nagyon szépen az antikolópaszta, amivel ki tudjuk emelni a repedéseket. Nézzük most ugyanezt meg egy világos felületen, amit az umbra színű antikolópasztával fogunk kiemelni, ami bitumenes, sajnos ez már kevésbé sem olyan jó illatú, mint a narancsolajos, viszont gyönyörű szépen tudjuk vele a repedéseket kiemelni. Azt kérdezték, hogy ezen volt-e egy fázisú? Ezen nem, ezen csak a két fázisúak vannak. Jól belemaszírozom a repedésekbe. És egy puha rongyal visszatörlöm róla a felesleget. Hogy a nagyon szép alapszínünk az megmaradjon. Ez itt úgy látom egy random háromszög. Itt, ha minden igaz, egy mikrorepesztős lakkos háromszögünk van. A repedések icipicik. Ha megnézitek, akkor itt vékonyabban van felhordva, itt egy picit vastagabban van felhordva, és már is nagyon szinte kétszer akkorák a repedések. Vastagon felhordva. A második fázist utána még le kell lefedni valami. A második fázist a finomvonalas repesztő lak kivételével nem kötelező lakkozni. Viszont lakkozás nélkül ezek a repedezett felületek tovább repedhetnek, hogyha nincsen lezárva ez a réteg, és így elaprózódhatnak a repedések, ami sok esetben jó is lehet, viszont vannak olyan esetek, amikor nem kimondottan ezt a hatást szeretnék elérni. Én mindenféleképpen javaslom a lakkozását ezeknek a repesztett felületeknek, és a finomvonalas repesztőlakot, az csak is kizárólag oldószeres lakkal lehet lezárni. A többihez használhattok akár vizesbázisú lakkokat is. Én a legjobban egyébként az új víztiszta oldószeres lakkokat szeretem, mert nagyon-nagyon gyorsan száradnak, és nem olyan sárgásak, mint az előző oldószeres lak, hanem nagyon szép, például ennek a jégkék felületnek is ugye megmaradhat ez a jégkék színe, nem színezi el a régi oldószeres lak, és aminek én a legjobban örülök, hogy eddig ugye az oldószeres lak az csak fényes változatban volt elérhető, viszont ennek a víztiszta oldószeres laknak van már matt változata is, amit én nagyon-nagyon szeretek. Mire érdemes a mikrorepesztőt rákenni? Bútorgombokra, pici felületekre, de akár nézzétek meg, hogy egyébként nagy felületen is, vagy nagyobb felületen is jól mutat, de szerintem ezeket inkább ilyen inkább pici felületekre tudom elképzelni.
valaminek a szélére, egy doboznak a szélére, vagy kaspónak a szélére, vagy vékony képkereteket repeszteni vele, kisebb felületek repesztéséhez. Nagyon szép. Ez a random repesztő lak egyébként nagyon-nagyon szép, elegáns és patinás hatást eredményez. Klasszikus, finom vonalas. Minél nagyobb összefüggő felületen dolgozunk velük, annál nagyobbak a repedések. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy ha teheti, akkor próbálja ki ezeket akár egy deszkalapon, akár egy feszített vásznon, akár egy tárca belsején, mert annyira csodaszépek akkor, hogyha nagy felületen repesztünk velük, teljesen mások a repedések, mint ilyen kisebb felületeken. Majd beszélünk még a lakkozásról, csak ezt már most szeretném befejezni. Ezt is visszatörlöm. A víztiszta oldószer és lakkal kezelt tárgy kültérre is használható, mondjuk virágtartóra? Ezek a fenntartós lakkok, ezek hobbi vegyszerek, és beltéri otthon dekorációkhoz vannak kifejlesztve. Az én tudomásom szerint kültérre nincsenek tesztelve, úgyhogy... De azt tudom, hogy például a finomvonalas repesztőlak az nagyon-nagyon érzékeny a párára, a nedvességre, és az kültérre nem kimondottan jó választás. Mindenféleképpen ki lehet próbálni. Azt tudni kell, hogy ezek nem kültérre vannak fejlesztve ezek a lakkok, hanem beltéri használatra. Az oldószeres lakkot mindegyik repesztőlakhoz lehet használni? Így van, az oldószeres lakkot mindegyik repesztőlakhoz lehet használni, még ahhoz is, amelyiknek egyébként nincsen szüksége lakkozásra, például az opárrepesztő laknak, de én személy szerint szeretem őket lelakkozni, mert nekem sokkal szebb lesz egy vékony lakréteg tűl a felületük. Természetesen ez mind alkotás függő, és attól függ, hogy milyen hatást szeretnétek vele elérni. Teljesen más hatás, de itt is nagyszerűen lehet látni, hogy ezernyiféle repedés, forma és méret alakítható ki ezekkel a kétfázisú repesztő lakokkal. Biztosan látjátok, hogy összekentem ezt a gyönyörű, szép, világos kék részt, de ha ti is így jártok, abszolút nem kell megijednetek, ugyanis a felületet, ahol összekentem, bekenem az átlátszó, isteni illatú vaxpasztával, ahol összekentem, és egy tiszta rongyal letörlöm a
felületről a felesleges antikolópasztát. Ez olyan, mint egy bradír. Hogyha esetleg több antikolópaszta került a repesztett felületre, akkor azt is át lehet ezzel az átlátszó vaxpasztával kenni, és nagyon szépen visszább lehet törölni. A közepén az a nagy repedés, az milyen repesztőlak? Ez a finomvonalas repesztőlak. Finomvonalas repesztőlak van itt, és van itt. Akkor mikrorepesztőlak van ebbe a háromszögbe, ebbe a háromszögbe, és ebbe a háromszögbe. Klasszikus repesztőlak. Ez a háromszög, ez a háromszög, és ez a háromszög, és ez a négyszög. Random repesztőlag pedig 1, 2, 3, 4. Ugyanazok a repesztőlagok, teljesen más mutatnak más színű felületen, más színű antikolópaszta kiemelésekkel. Ugyanazok az alapanyagok, csak a színek teljesen mások. Itt egy sötét felület, itt egy világos felület. Na, menjünk tovább. Még nem szárad ki teljesen, ahogy ti is látjátok, egy picit még rászárítok. Ez már nagy felületnek minősül majd a kis háromszögek után. Fekete alap, fehér alap. Fekete alapra jöjjön a narancsolajos fehér antikolópaszta. Nagyon fontos, hogyha nincsen megszáradva kellőképpen a repesztőlak, a második fázis, akkor bizony az antikolópaszta beletapadhat. A finom vonalas tetszik mindenkinek a legjobban. Gyönyörű a finom vonalas. Én is úgy gondolom, hogy az a legközkedveltebb. Jaj, de jó illata van. Jól látszódnak a négyzetek? Az antikolópasztával sem érdemes szerintem spórolni, ugyanis akkor tudjuk jól beledörzsölni a kialakult repedésekbe, hogyha kellő mennyiség van az ujjunkon. Itt például még nem volt teljesen kiszáradva a második réteg. És ezt most tudjátok megnézni, hogy ugye egyébként nem tudtam visszatörölni a vaxpasztát már ettől jobban, de hogyha kenek rá egy icipici átlátszó viaszt, és azzal törlöm vissza, akkor sokkal jobban
vissza tudom törölni. Egy olyan rongyot választhatok, ami puha, nem szöszös. Nagyon jól ki lehet próbálni ezeket a különböző repesztő lakkokat, akár pohár alá téteken is. Itt jó? Addig, amíg azt megmutatod, Nonulin, bekenem ezt a... Az antikolás csak újjal lehet, vagy ecsettel is? Biztos lehet ecsettel is, viszont én az ujjammal szeretem a legjobban beledörzsölni. Valahogy így érzem, hogy jó. Gyönyörűek ezek a mini repedések. Az, hogy ecsettel dörzsölitek bele, vagy rongyal, vagy az ujjatokkal, ezt mindenki eldönti magának, hogy neki melyik hozza a legjobb hatást. Erre is kenek még egy pici átlátszó viaszt, hogy a lehető többet vissza tudjam szedni róla. Mikrorepesztő. Világos, illetve sötét felületen. Melyik legyen a következő? A klasszikust írták az. Klasszikust? Jó. Egy-kettő. A klasszikus repesztőlak. Ez olyan igazi repedéseket eredményez, mint a nagymamáknál a kredencek, vagy a hokedlik. Klasszikus repesztőlak. Jó illata van. Van, aki az ujjával dörzsöli, van, aki szivacsal szokta. Ha a waxpasztával visszaszered, akkor is megmarad a lakkozás rajta? Hogy? Utána szerintem. Ha az átlátszó befejező viasszal átkenem, vagy hogy az antikolópasztán megmarad-e a lak? Mert mind a kettő igen. Természetesen. Amikor antikolópasztával kiemeltük a repedéseket, én azt javaslom, hogy hagyjunk egy kis időt a száradásnak, és... egy pár óra múlva kenjétek le a lakkokkal. Szerintem arra gondolt, hogy mikor a átlátszó viasszal visszatörlöd. Mindjárt megmutatom. No, ott van a matlak, ilyen zöld-fekete kupakos. Én most rá kell nem várakozás nélkül. Mindjárt keresek egy ecseten.
ez a víztiszta oldószeres lak. Gyönyörűen megmarad rajta. Megint késő van harangozni. Azt így a... Gyönyörűen. Á, várj, gyönyörű. Sziasztok, mindig lemaradok az elejéről, sokáig van világos kint. Igen, biztos sokáig kertészkedtek. Igen. Erre is rászárítok. Gyönyörűen kezdenek kirajzolódni a repedések. Melyik legyen a következő? Mert addig, amíg ez egy picit majd szárad, addig... Már kezdjük is a következő. Itt látjátok, hogy vékony rétegbe egészen icipicik a repedések, ahol itt egy pár helyen vastagabban van felhordva, ott már látszik, hogy sokkal nagyobbak lesznek a repedések. A fehéret még nem mutatom, mert azon úgy se látok semmit, de én már látom a repedéseket rajta. Nem spórolunk a második réteggel. Van még, ez volt a klasszikus, van a random, és van a finom vonalas. Random. Kányjuk a randomot. Ez egy picit ilyen sárgásabb, ugye az első kettő az teljesen ilyen opál színű, szinte áttetsző volt. Ez egy picit sárgásabb. Jó, bőségesen. Nem. Itt látszik ezen szerintem jobban, hogy ilyen sárgás és egy galaxi pehely. Bármerre húzhatom az ecsetet, nem úgy, mint az egyfázisúnál, hogy oda kell figyelni, hogy nehogy visszakapjuk, itt bár merre húzhatom. Füstfóliás felületet lehet lakkal zárni? Persze, oldószeressel, igen. Oldószeressel. A füstfólia pehely az előfordulhat, hogy oxidálódik. Ezért, és az oxidáció miatt ugye elszíneződhet, ezért érdemes egy oldószeres lak réteggel lezárni. Annál csak az oldószereset használhatjátok, hiszen hogyha a vizes lakkal lakkozzátok, akkor ilyen mócsingokba visszajön a füstfólia pehely, és jöjjön a finom vonalas. A finom vonalasnak is egy ilyen sötétebb
színe van a finom vonalas repesztő laknak. Ez egy picit ilyen sűrűbb állagú. És a finom vonalas repesztő laknál szokták ezt az új beggyel való dörzsölést alkalmazni, amivel még nagyobb repedéseket lehet produkálni a felületen. Mint látjátok, jó bőségesen kenek rá. Majd ezzel jobban fogjátok látni. Szép, egyenletesen eloszlatom. Mondj valamit a random repesztő lakokról. Hát a random repesztő lakok azok szabálytalan repedéseket produkálnak. Terpentines oldószer. Ugyanis, hogyha vízzel mosom ki a finom vonalas repesztő lak után, akkor az ecset az tönkre megy. A random repesztő lakkal ilyen szabálytalan repedések alakítható ki. Természetesen a repedéseknek a formája, a mérete, mélysége az szabályozható azzal, hogy milyen vastagságban kenjük fel a felületre. Mindjárt megnézem itt a fenntart bibliát, hogy valamit esetleg elfelejtettem a róla mondani. Mikro, velúr, random. Vízbázisú kétkomponensű repesztőlak, amely szabálytalan repedéseket hoz létre. Kenjük fel egyenletesen az egyes komponenst a felületre, és hagyjuk teljesen megszáradni. Ezután vigyük fel a kettes komponenst. A repedések mélysége és hálózata a rétegek vastagságától, a felvitel technikájától függ. A felület átlátszóra és vízhatlanra szárad. A repedéseket antikolópasztával és folyékony patinával, vagy folyékony patinával emelhetjük ki. Szerintem ezt mind elmondtam, és akkor ami itt van minta, ezt is megmutatom nektek, itt ilyenek a repedések. Hogyha van kedvetek, akkor ti is készítsetek olyan mintadarabokat, vagy próbákat, ahol egyszerre többféle repesztőlakot próbáltok ki, vagy egy repesztőlakot is természetesen kipróbálhattok, viszont annak többféle felviteli módját. Vékonyan, vastagan, jobbra, balra, és már is ezerféle repedést tudtok kialakítani, hogyha nagyon lelkesek vagytok, akkor ezekről készíthettek feljegyzéseket, hogyha egy bizonyos alkotásnál ti egy bizonyos repesztést repesztési rajzolatot szeretnétek elérni, akkor utána azt már fogjátok tudni újra és újra produkálni. Azt is elmondtam az előző repesztő sorozatokban, hogy a repedéseknek a rajzolata és nagysága összefügg azzal is, hogy milyen idő múlva kerül fel az egyes fázisra a kettes fázis. Minél később, annál kisebbek lesznek a repedések. Amikor egy picit meghúz ez a finom vonalas, amikor egy picit meghúz a finom vonalas repesztőlaknak a második fázisa, akkor az új begyünkkel ilyen körkörös mozdulatokkal átmaszírozhatjuk az egészet, és ezzel megváltoztatjuk a repedéseknek a formáját. Na most rászárítunk mindegyikre. Fog megmondom, egy picit már kiborítottam a terpentint. Pedig nincs valami jó illata a terpentinnek.
sorba is rakom, hogy ez volt a mikro, ez lesz a klasszikus, random, és ez volt a finom vonalas, igaz? Ezt körköröztük, ezt nem körköröztük. Nagyon fontos, hogy az első fázisa a repesztőlapoknak teljesen kiszáradjon víztisztára. Ugyanis, hogyha nem szárad ki víztisztára az első fázis, és vannak, maradnak benne ilyen fehér foltok, arra rátenjük a kettes fázist, akkor azok a fehér foltok nagy eséllyel örökre ott maradnak, hiszen nem tud kiszellőzni a kettes fázistól. Kicsit hagyom kihűlni. Hogyha hajszárítóval gyorsítjuk a repesztésnek a folyamatát, akkor a repedések kisebbek lesznek sokkal, mint hogyha maguktól száradnának meg. Pont azt kérdezte Ádám Betty, hogy melyik a jobb megoldás, hogyha hajszárítózzuk, vagy ha magától szárad? Mindenképpen a legjobb az, hogyha magától száradnak meg. Én ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a repesztések akkor a legszebbek, bármelyik, akármelyik, hogyha ezek maguktól száradnak meg. Ez egy klasszikus. Milyen pöttyök vannak rajta? Biztos valami történt vele, míg száradt az alapozó. Ha direkt akarnék bele ilyen pöttyöket, biztos nem tudni. Mindjárt mutatom nektek, hogy itt is hányféleképpen repett meg a felület. Biztosan látjátok, hogy itt a szélén ugye elvékonyodott az anyag, és hogy ott egészen induri-pinduriak a repedések.
ezeket a pöttyöket nem tudom, hogy hogy csináltam vele, bocsánat. Ez egy umbra színű antikolópasztás, klasszikus. Ezek a repedések inkább nekem kicsit ilyen szögletesek. Bármilyen felületre használhatjátok ezeket a kétfázisú repesztőlakokat, akár kisebb dísztárgyakra, vagy bútorfelújításra is. De nagyon különleges hatást lehet vele elérni, például akkor is, hogyha egy különleges fényképalbumot készítetek, és a fényképeken használjátok ezeket a repesztőlakokat. Klasszikus. Sokkal kisebbek a repedései, mint itt az írószer tartón, ahol ugye magától száradt meg. Ezzel az átlátszó viasszal pedig nagyon szépen visszatörölhetjük a felesleget. Ez volt a random, igaz? Fehér. Na, most megint teljesen más, hogy repet. Nagyon-nagyon szeszélyes. Ugye itt egy nagyobb összefüggő felület van, és megmondom őszintén, hogy most olyan, mintha ezer kis háromszög lenne rajta. Nagyon szépek a repedései. Látszik? Gyönyörű. Nagyon szép. Összefüggő nagyobb felületeken, én mondtam, hogy mindig más milyenek a repedések. Így most nézzük meg a világos felületen, szerintem ott is más milyen lesz. Nagyon szép. Hű, gyönyörű. Ez, tudjátok, hogy mihez lenne nagyon szép? Nyáron közkedveltek ezek a csempe motívumok. Na, azokhoz nagyszerű. Mese szép. Azt mondja, hogy elkopik az ujjal. Nagyon jól csúszik, jó sok anyagnak kell alatta lenni, és nagyszerűen csúszik. Hű, de gyönyörű. De pedig szerintem teljesen hasonlóan kentem föl, és más rajzolata van, de gyönyörű. Mindkettő gyönyörű. Nagyon-nagyon szép. És a finom vonalasra még egy picit várnunk kell, amiben már egy kósza galaxi pehely bele is ugrott. Thank you.
elkezdett repedni innen a szélétől, ugye ott van vékonyabban. Azt kérdezi Pillen Nézsuzsi, hogy amit lelakkoztál, megszállott rajta a lak, nem futott össze az alatta lévő viasztó? Ez volt? Uh-huh. Nagyon szép mat felülete lett Zsuzsi, és teljesen jó a tapintása, semmi baja nem lett neki. Ez a matt oldószeres víztiszta lak volt, amivel lekentük. Addig, amíg szárad egy kicsit ez a finom vonalas, mert ugye ezt elég vastagan kentjük föl, addig ezt a maradék oldalát az irattartónak emeljük ki, és itt hagytam meg ilyen világos kék részeket is. Illetve vannak itt fekete részek. Az új víztiszta oldószeres lakokat bármilyen felületen használhatjátok. Egyetlen egy felületen ne használjátok, ezek pedig a hungarocelek. Ugyanis volt rá példa, hogy megmarta a hungarocelt. Nagy Alexandra azt írja, hogy a transzparenc repedőgélről volt már szó. Nem, nem emlékszem, hogy az első repedőpasztás részben lett volna, ha nem volt, tudnál róla pár szót mondani? Igen, nagyon szívesen mondok, és a jövő héten meg is fogom mutatni. Én nagyon-nagyon szeretem az átlátszó repedőgélt, ugyanis nagyon különleges 3D hatású felületeket lehet vele képezni. A második fázisa az a transzparens pigmentpasztákkal színezhető, amiből nagyon-nagyon szép színek közül válogathatsz, és nagyon klasszul lehet még stencilezni is. Úgyhogy nagyon különleges hatásokat lehet vele elérni. A jövő héten üvegfelületen szeretném nektek megmutatni, hogy milyen klassz dolgokat lehet vele készíteni. Egyébként tavaly már készítettünk talán egy nagy nyári kelyhet tavaly nyáron. És az nagyon-nagyon szép, szerintem tényleg jól sikerült, az egy látványos mintadarab volt. Ezt a Pentart Dekor csoportba tudjátok visszanézni. Ott csak az átlátszó repedőgélt használtuk, színeztük is, ott egy egész üvegkelyhet vontunk be vele, de nagyon-nagyon szép lett. Az átlátszó repedőgélnek a felvitele az úgy zajlik, hogy felvisszük az egyes fázist tejfehéren, nem sajnáljuk, szép egyenletes rétegbe. Aztán ennek a száradása után, amikor átlátszóra megszárad, utána felvisszük az átlátszó repedő gélt a felületre, amit felvihetünk akár ecsettel, akár festőkéssel is, de kitűnően lehet, ahogy mondtam, stencilezni is vele, és nagyon-nagyon különleges hatásokat lehet vele elérni. A
száradási ideje bizony az nagyon-nagyon hosszú, amikor festőkéssel vagy stencil mintákat viszünk fel a felületre, na ott biztos, hogy kell egy 24 óra, amíg teljesen átlátszóra szárad. De nagyon-nagyon könnyen kezelhető, és most, hogy mindjárt itt van a nyár, szerintem nagyszerűen ki lehet használni. Itt úgy látom, befolyt alá az antikoló paszta. Egy pici átlátszó viasz, és ezzel szépen eltüntetem. A lakkozásnál én mindenféleképpen javaslok nektek egy 24 órás száradási időt, mielőtt lakkoznátok, és onnan látjátok, hogy befejeződött a repedésnek a folyamata, hogy ezek a repedések nagyon szép összefüggőek lesznek, mindegyik összeír egy másikkal. Amíg ezek a repedések nem érnek össze, valahol van közte egy szünet, most pont nem tudok mutatni. De hogyha látjátok, hogy csak egy vonal rajzolódik még ki, meg a másik oldalról is még egy, akkor ott még nem fejeződött be a repedés. Hagyjátok, míg hagy száradjon. Amikor ezek a vonalak összeérnek, onnantól fejeződött be a repesztés, vagy a repedésnek a folyamata, és utána tudjátok lakkozni. Ha ezt nem várjátok meg, akkor nem lesz olyan szép rajzolat a repedéseknek, mint egyébként. Ez pedig, mivel tudom, hogy ez a kedvencetek, ez pedig egy nagyobb összefüggő, finom vonalas repesztős rész. Az antikoló pasztát én úgy gondolom, hogy jó, hogyha gyorsan visszatörlitek. És az is nagyon-nagyon fontos, hogy az antikoló pasztát már csak akkor kenjünk bele, amikor teljesen megszáradt a repesztőlaknak a második fázisa, ugyanis máskülönben beletapadhat. Muszáj használni oldószeres lakkot, nem elég védelem a viaszolás? A finom vonalas repesztőlaknál azt mondom, hogy kötelező a lakkozás, hiszen nagyon-nagyon érzékeny a két fázisú finom vonalas repesztő lak, és ahogy a repedések kialakulnak, a repedésekbe még inkább bemehet a pára, és fölpattogzódhat a repesztőlak, úgyhogy én a finomvonalas repesztőlaknál mindenféleképpen javaslom, hogy akár fényes, akár matt, akár víztiszta, akár sima oldószeres lakkal zárjátok le a felületet. A többi repesztőlak esetében ezek a repesztőlakok vízhatlanná száradnak, azoknál nem kötelező a lakkozás. A finom vonalasnál kötelező. Már rajzolódnak a repedések. Már befordítom minden.
Néha figyeljétek! Nagy, hatalmas repedések lesznek rajta, és szállítom a fehéret, addig megmutatod, mint az elebbő. Felületük már nem ragad, viszont még teljesen nem alakultak ki a repedések, de azért meg tudom nektek mutatni. Kicsit kihűltöm. Azt mondja, hogy fehér. Itt ezen a részen, itt egy repedés sincsen, még. Majd lesz, de még nincs, én meg már nem akarok tovább zúgni a hajszárítóval. Mindjárt be is kenem így az egészet. És ezen már is meg tudom mutatni, hogy még ugye itt nem fejeződött be a repedés. Látjátok? Visszatörlöm. A finomvonalásnál miért lesz néha buborékos a második fázis? A második fázis az mindig azért buborékos, mert bármilyen hihetetlen, de az első nem szárad ki teljesen. Akkor buborékosodik a második réteg. Sokan szoktátok mondani, hogy vártok egy napot, és hogy mégis buborékos lesz. Azért buborékos, mert nincsen megszáradva, illetve hogyha például most is ugye hajszárítóval szárítottuk a kettes fázist, nem tud olyan szépen elpárologni belőle a víz, ahogy ő szeretne, hanem kierőszakoljuk belőle, hogy száradjon, 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 és olyankor buborékosodik. Például, ha Nonu megmutatja nektek, akkor ebbe is van egy-kettő. Itt pont, ahol még nem kezdett el repedni, ott látjátok a buborékokat. Azok a kicsi pöttyök. Azokba a kicsi pöttyökbe ez az umbra színű antikoló paszta nagyon szépen meg tud ülni, de hogy ne legyenek azok a pöttyök csúnyák, hogyha már mégiscsak buborékosra sikerült megrepesztenünk, akkor az átlátszó befejező, vagy az átlátszó vakszal áttörlitek, és akkor egy kis fültisztító pálcával nagyon szépen ki lehet szedni a buborékokból a beleragadt antikolópasztát. Így sincs még ugye rendesen megrepedve, de majd ez meg fog repedni. Viszont, hogyha most így lelakkoznánk, akkor megállna a repesztésnek a folyamata, és nem repedne tovább. Viszont, hogyha ezt így hagyom, akkor ez holnap reggelre gyönyörűségesen szépen meg fog repedni. Már is látszik a repesztőlapnak a rajzolatán, itt ugye körkörös mozdulatokkal elmasszíroztuk, sokkal
szabályosabbak a rajzolatai. Ezen a sötét alapon, mint a világos alapon. A világos alapos is gyönyörű, szép lesz, de a sötét alapos, ahol körkörös mozdulatokkal simogattuk a második fázist, az sokkal szebb lesz. Vagy mondjuk kinek melyik tetszik. Nagyon-nagyon fontos, hogy a repesztőlakok mindig akkor a legszebbek, nem a repesztőlakok, hanem a repedések mindig akkor a legszebbek, hogyha maguktól hagyjuk őket megszáradni, az első fázist is, és a második fázist is. Ha hajszárítóval gyorsítjuk a repedést, akkor a repedések sokkal kisebbek lesznek, mintha maguktól száradnának, illetve előidézhetjük vele a buborékosodást, és... Lényeg, hogy sokkal szebbek akkor a repedések, hogyha maguktól száradnak meg. Ami nagyon fontos, hogy az első réteget ne sajnáljátok, szép, egyenletes felületben, én nekem ez a tejfehér réteg vastagság, ez nagyon jól beszokott válni. Egyenletesen az alapozóval kenjétek be a díszítendő felületet, utána pedig, amikor ez teljesen víztisztára megszáradt, így, mint amit legelőször kentünk, akkor jöhet a kettes fázis, és a kettes fázis se sajnáljátok a felületről, mert ha nagyon vékonyan kenitek, akkor csak icipici repedések alakulnak ki, amik nem... olyan szép mutatósak. A második rétegből is tegyetek bőségesen a repeszteni kívánt felületre. A repedéseket antikolópasztával emelhetitek ki. Antikolópasztából választhattok umbra színt, ami egy sötétbarna, vagy választhattok fehér színt is, de gyönyörű szép metál színekben is vannak ezek az antikolópaszták, akár a bitumenes változatban, akár az isteni jó illatú narancsolajos változatban is. Ezeket dörzsöljétek be a repedésekbe, utána egy puha rongyal töröljétek le a felesleget, hogyha esetleg nem jönne úgy vissza az antikolópasztának a fölösleges része, ahogy szeretnétek, akkor az átlátszó, befejező viasszal, hogyha átsimogatjátok a felületet, vagy a rongyra tesztek belőle, akkor nagyon szépen vissza lehet törölni a rátapadt antikolópasztát. Karácsony Elit azt kérdezi, hogy mit ronthatott el, ha a finom vonalas repesztő felülete homályos? Nem szárad ki a... Vagy vastagon volt nagyon a második fázis, és nem tudott kiszáradni a második fázis, vagy pedig az első fázis az nem volt megszáradva, és úgy került rá a második fázis. Viszont, hogyha a második fázis volt vastag, és az okozta az opálosodást, akkor nem szabad lelakkozni, és az szépen ki fog száradni. Viszont, hogyha lelakkozzátok így opálosan, akkor az már nem fog kiszáradni. Mindegyikhez az univerzális repesztőt használtad, ugye, és nem fontos a saját egyes fázis. Így van, az univerzális alapozó, az kimondottan azért lett kifejlesztve a Pentart által, hogyha elfogynak az egyes fázisok, akkor ezt az univerzális repesztő alapozót mindegyikhez használhatjátok, akár a repedő festékekhez, ahhoz is használtuk a metál repedő pasztához, a sima repedő pasztához, és az összes kétfázisú repesztő lakhoz használhatjátok. Azokhoz is, amiket ma használtuk, illetve azokhoz is, amiket a jövő héten fogunk használni, ez pedig az opár repesztő, illetve a transzparens repedő gél, amit még a jövő héten ki fogunk próbálni. És a jövő héten üvegfelületekkel várlak benneteket. Remélem, hogy hasznosnak találjátok ezt a repesztős sorozatot, és mindenkinek bátorságot tudok abban nyújtani, hogy ez nem egy ördöngőség. A lényeg az, hogy
ne sajnáljuk az alapozót, legyen szép egyenletes rétegű, hagyjuk magától megszáradni az egyes, illetve a kettes fázist is, a kettes fázist se sajnáljuk, és hogyha mindenből a kellő mennyiséget felhasználjuk, akkor gyönyörű, szép repedéseink lesznek, amiket ezerféleképpen variálhatunk, ha így húzzuk az ecsetet, ha úgy húzzuk, ha vékonyan kenjük, ha vastagon kenjük, mint ahogy azt láthattátok az egyfázisú repesztőlak esetében is, a kis egyszerű egyfázisú repesztőlakkal is ezerféle mintázatot tudtunk elérni, illetve a metál repedőpasztával, a repedőpasztákkal, a repedő festékkel is, és ugyanígy van ez a kétfázisú repesztő rendszerek esetében. Ami nagyon fontos, ilyenkor nem a festék reped, hanem magán a festett vagy a díszített felületen képzünk egy repesztett felületet. Az első fázis az egy tapadó híd, ami nagyszerűen tapad az alaphoz, illetve nagyszerűen tapad hozzá a második fázis, vagyis maga a repedő lak. Azt mondta Holzer úr, hogy ezt mindenféleképpen hangsúlyozzam ki, hogy ezekben az esetekben a helyes megnevezése ezeknek a lakoknak nem az, ami ráragad, hogy repesztő lak, hanem ez egy repedő lak, ugyanis maga a lak reped, és hát már nem is tudom, hogy mit akartam mondani, de nyugodtan kérdez. Ha esetleg van még olyan, amit nem mondtam el, és kíváncsiak vagytok rá. Azt hitták, hogy nagyon hasznos volt, nagyon jó kis sorozat, nagyon hasznos, sokat tanulunk, ma is sokat okosodtam. A repesztés nagyon egyszerű, mint azt már most harmadik hete láthatjátok, hogy nagyon-nagyon egyszerű, csupán azon múlik a siker, hogy mennyit tudtok ezekkel a repesztő lakokkal, festékekkel, pasztákkal gyakorolni és kísérletezni, hogy egyre több tapasztalatot gyűjtsetek, hogy melyik mennyiséggel milyen rajzolatú repesztéseket tudtok készíteni. Higgyétek el, hogyha csak azt a szabályt tartjátok be legelsőképpen, hogy az első réteg tejfehér, és ezt víztisztára hagyjuk száradni, a második réteget se spóroljuk le, hanem bőségesen felkenjük a felületre egyenletes rétegvastagságban. Már ezzel gyönyörű szép repedéseket tudtok produkálni, utána pedig ezen fellelkesülve ezerféleképpen kísérletezhettek a repesztő lakokkal, repesztő rendszerekkel, mindenféle eszközzel, mindenféle felületen és mindenféle rétegvastagságban. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon könnyen készíthettek repedéseket. Szerintem ez a repesztés, ez a legközkedveltebb technika, és minden kreatív alkotó szerintem először a repesztésbe szeret bele, vagyis az eseteknek a 99%-ában ez az a technika, amit mindenki szeretne kipróbálni. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt varázslatos, nagyon tudunk örülni a repedéseknek, főleg akkor tudunk örülni, amikor nagyon-nagyon szép rajzolatúak, úgyhogy mindenki próbálja ki a repesztést, akár festékek, repedőfestéknél, akár repedő pasztákkal, akár egykomponensű repesztőlakkal, akár a két komponensű repesztőlakokkal. Készítsetek szebbnél szebb repesztéseket, és töltsétek fel őket a Pentart Dekor csoportba. És mivel ilyen kitartóak voltatok, hát ez a mai nap sem volt rövidebb, mint az eddigi repesztő sorozatok, amiért elnézést kérek, pedig láthatjátok, hogy alkalomról alkalomra igyekszek jobban és jobban előkészülni, de biztos nagyon sokat beszélek is, azért tartanak ezek ilyen sokáig. De most akkor játszunk egyet, és a szerencsés, helyes választadó pedig Pentart ajándékcsomagot nyerhet. Van kedvetek még játszani?
Közben azt elmondom, hogy ugye ott tartottunk, hogy az antikolópasztával kiemeljük a repedéseket, és én azt szoktam javasolni, hogy kenjük fel az első réteget, várjunk egy estét, amíg megszárad, másnap kenjük fel a kettes réteget, megint várjunk egy napot, amíg megszárad, harmadik nap emeljük ki az antikolópasztával a repedéseket, és negyedik nap pedig kenjünk rá a lakréteget. Az oldószeres lak az minden esetben szükséges a finomvonalas repesztő lakkal repesztett felületekre. Ezt ne felejtsétek el, nagyon-nagyon fontos, hogy a finomvonalas repesztő lakra csak és kizárólag oldószeres lak kerülhet. Azt írják, hogy játszunk. Szuperek vagytok! Na, akkor először nyomjon egy... Mit nyomjanak? Nyomjatok egy A betűt, hogyha játszani szeretnétek. Aki játszani szeretne, az küldjön egy A betűt. A szép nógrádi A betűt. Nonu húz egy számot. Az egyes. Ó, aki elsőként küldte az A betűt, attól kérdezünk ma először. Nekem megvan az első A betű. Mondjad, Nonu, hogy mondod, hogy A betű. Na, azt mondja, hogy ki az a szerencsés? Szedlom Bernadett. Ó, úgy érzem magam, mint kapcsoltam rá játék. Na, kedves Szadlom Bernadett, nagyon ügyes voltál, hogy egyből benyomtad az A betűt, és akkor a kérdésünk a következő. Addig a többiek ne válaszoljanak erre a kérdésre, most csak Szadlom Bernadettől várjuk a választ. Majd itt valami időmérést fogunk bevezetni. Szóval, a kérdés a következő, figyelj Bernadett. Melyik a kakukktojás? A. Finomvonalas repesztőrendszer. B. Klasszikus repesztő. C. Mikrorepesztő. D. Random repesztő. Melyik lehet a kakukktojás? A többiek addig ne írják a helyes választ, amíg Bernadett nem válaszol. Bernadettől várjuk a négy válasz lehetőség közül az egyiknek a betűjelét, A, B, C vagy D. Ha Bernadett nem tudná a helyes választ, akkor új sorszámot húzunk, és új... Azt hogy B. A B... Hát, kedves Bernadett, a válasz nem jó. Azt írja, hogy közben elfelejtettem, miket mondtál. Hát, sajnos nem a B. Úgyhogy sorsolunk egy következőt. Aki játszani szeretne, nyomjon egy B betűt. Hármas. Aki harmadiként küldte el a B betűt, tőle fogunk következőképpen kérdezni. A kérdés ugyanez lesz. Miért késik nekem mennyit a live? Már rég írta mindenki az A betűt, de nálam még Viki nem is mondta, mit késik. Sajnos ez ilyen. Sajnos internet sebesség, internet szolgáltató függő ez. Megvan. Szuper. Ki a? Árva Argita. Árva Argitától kérdezzük ismét. Argita. Hozzád szól kizárólag a kérdés, tőled várjuk a választ. A kérdés a következő, melyik a kakukktojás? A válasz lehetőség, finomvonalas repesztőrendszer. B válasz lehetőség, klasszikus repesztőrendszer. C válasz lehetőség, mikrorepesztőrendszer. D válasz lehetőség, random repesztőrendszer. Szerinted melyik a kakukktojás?
A, B, C vagy D? Mi is tudjuk, hogy sokat késik a net, hiszen biztos, hogy Argita már benyomta. Azt írja, hogy C. Nem jó! Nem jó! Új! Újat sorsolunk! De most valami ilyen hangulatjelet mondjál, mert így összekeverednek. Jó, akkor egy mosolygós, egy smiley-t küldjetek. Az ötös. Aki játszani szeretne. És aki ötödikként küldi el a smiley-t, tőle kérdezzük meg ismét, hogy melyik a kakukktojás. Holzer úrnak mindig ilyen furfangos kérdései vannak, de már most szigorúnak kell lennünk. Csak azt a választ fogadjuk el, amit Holzer úr megadott. Ki az ötös nonó? Még senki. Ó! Kárpáti Manyi. Kedves Manyi, ma este tőle kérdezzük harmadjára, hogy szerinted melyik a kakukktojás? Légy szíves, küldd el a betűjelét annak, amelyik szerinted a kakukktojás. A. Finom vonalas repesztőrendszer. B. Klasszikus repesztőrendszer. C. Mikrorepesztőrendszer. D. Random repesztőrendszer. Szerinted, Manyi, melyik a kakukktojás? És a többiek szót fogadnak, Nonó, nem ír senki ilyenkor? Nem, még ilyenkor azok jönnek, hogy játszani szeretnének. Nagyon ügyesek vagytok. A. Ilyen, Manyi! Jót válaszoltál! Nagyon jó! Igen, Holzer úr ezt a helyes választ adta meg, hogy a finom vonalas repesztő rendszer a felsoroltak közül a kakukktojás, ugyanis ezt minden esetben oldószeres lakkal kell zárni, a többit nem szükséges lakkozni. Nagyon ügyes voltál, Manyi, mindenkinek köszönjük, aki ma este is velünk játszott. Kedves Manyi, küldd el légy szíves a Pentart oldalára üzenetben, a Pentart Facebook oldalára üzenetben a nevedet, címedet, e-mail címedet, telefonszámodat, szóval minden elérhetőségedet, és írd azt is oda, hogy azért küldöd őket, mert ma este te voltál a szerencsés, aki megnyerte az extra Pentart ajándékcsomagot. Mindenkinek szívből gratulálunk, aki a jó válaszra gondol. És ha ma este nem mondtam el ezt körülbelül négyszer, akkor szerintem egyszer sem. Igaz, Nonó? Vagy nem figyelsz? Nonó elfáradt, gondolom ti is. Repesztetek sokat, a repesztéssel készült és mindenféle alkotásotokat töltsétek fel a Pentart dekorcsoportba. Ja, hogy... Ja. Na? Most jöttem rá, hogy mit mondtál Lenit. Ja, egyébként mindenkinek elmondjuk, hogy kiosztották ma az érettségi eredményeket, és Nonókára nagyon büszkék vagyunk. Nonóka nagyon jól teljesített ebben a különleges érettségi időszakban, úgyhogy minden vizsga megvan, és nagyszerű eredményekkel. Köszönjük szépen a ma esti figyelmeteket, jövő héten újra várlak benneteket, jönnek üvegfelületen a repesztő rendszerek, illetve azért visszakacsintunk az egyfázisú repesztőlakra is, hiszen megbeszéltük, hogy még azzal is fogunk készíteni egy üvegtányért, hogy mi a helyes sorrend, hogyha üvegre szeretnénk dekopázsolni, és azt szeretnénk repeszteni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk jövő héten csütörtökön is este 7 órától. A felhasznált alapanyagokat megtaláljátok a Pentart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladók listáját pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon, és volt, aki szerette volna a velúrlapot, amit a sok beszédbe elfelejtettem felkenni, de pótolni fogom is a Pentart Dekor csoportba, feltöltöm az irattartót is, sötét, illetve világos alapot, illetve kiegészítem a köralapokat a velúr
repesztő rendszerrel is, jövő héten pedig opár repesztő, átlátszó repedőgél és egyfázisú repesztőlap. Millió puszi mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!